Szeptemberben a tengeren túlon áll ismét rajthoz a túrautó világbajnokság mezőnye, amelynek legnagyobb örömünkre immár harmadik esztendeje magyar résztvevője is van, aki ráadásul ma ünnepli a 28. születésnapját. Mihelis Norbert, az Engő Motorsport pilótája a vendégem ma reggel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Remélem nem tévedtünk, ugye? Mert csak úgy láttam az arcot, arra a reakciót, hogy de ugye? Nem. Ma van a szülinapod. Hát azt hittem, hogy el tudom sumákolni, hogy nem, 28 nem, ez vagy, sajnos nem. És ez nem is kell, ez még nem az a kor, amit el kell sumákolni, úgyhogy Isten éltessen. Köszönöm. Egy kellemes kis kirándulás van mögötted, ha jól tudom, ugye hát hova is máshova, mint ahova most a világ szeme ugye oda pillant és oda figyel Londonba, nyilván a londoni olimpia helyszínére, bár tudom, hogy nem kifejezetten az olimpiai meghívás volt az alapvető, ugye, hanem a csapatod egy részével voltál kint. Igen, a BMW Magyarország meghívásának tettem eleget, és sajnos ugye hát azokat a versenyszámokat már nem volt időm megnézni, amit nagyon szerettem volna, mert vasárnap délelőtt már haza kellett jönnöm, ugye Forma 1-es futam volt a Hungaroringen, úgyhogy a városból nagyon sokat láttam, de sajnos ugye csak az olimpiai sportágak szombat meg vasárnap délelőtt lezajló eseményeit láthattam. És mi lett volna a választása szerint az a néhány esemény, amin az ott úszás vagy? Mindenképp megnéztem volna, illetve a vízipólósokat és a kézilabdásokat. Uh-huh. Vannak személyes jó barátaid is esetleg ezekből a válogatottakból? Hát Cselációval találkoztam már többször, őt figyelemmel kísértem, és nagyon sajnáltam ugye, hogy voltak szerencsétlen pillanatai a szereplésének, de mivel ismerem személyesen, így tudom, hogy milyen jellem, és nagyon-nagyon szimpatikus lenne egyébként is, hogyha nem beszéltünk volna, nyilatkozotta meg, ahogy hozzá a sporthoz. Fantasztikus. Picit beszélj azért arról, mert megnéztem a Facebook oldalad, csodálatos londoni fényképeket láttam, hát arról nem is beszélve, most még miért kijelölt? Kitérnénk egy-két autó csodára, amit szintén volt alkalom itt a fotógyűjteményben megnézni. Láttam, hogy egy kosárlabda eseményen is készültek fotók. Ez az első mérkőzés volt. Uh-huh. Sajnos a nézőszámot tekintve ugye nem voltak olyan nagyon sokan, így az élménynek... nem a Dream lehettem. Team játszott ezek szerint pakkor. Nem a Dream Team játszott, úgyhogy az élménynek nem is lehettem olyan nagyon-nagyon a részese, de ennek ellenére nyilván egy olimpián meglátogatni bármilyen mérkőzés, az nekem hatalmas élmény, mert egyébként még nem volt része. Világos, ugye Haraszti Ádám kollégánk azért reggelenként mindig beszámol arról, hogy milyen a londoni hangulat. Nyilván az ő szemszög és az ő észrevétele is egyfajta nézőpontot jelentenek. A tiédre volnék kíváncsi, azért milyen London, mennyire pezseg, mennyire nyüzsög, ugye lehetett mindenféle fajta furcsa véleményeket is hallani a helyiektől, ugye, hogy annyira óvták Londont a túlzsúfoltságtól, és például attól, ugye, hogy tényleg az emberek ne azon a közlekedési dugókat, hogy szinte elkergették a lakosságot. Tehát volt az, legalábbis olvastam, illetve hallottam olyan hírt, amikor azt mondták, hogy nem nagyon volt London belvárosában ember, tehát az étteremek kompa. Hát azért közlekedési dugó az volt. Ugye lehet, hogy nem feltétlenül az én véleményem a mérvadó, mert egyébként Londonban még nem jártam, de azért volt nyüzsgés, meg pezsgés. Tehát én azt gondolom, hogy annak, aki először volt ott, én azt gondolom, hogy annak is észrevehető volt, hogy ez nem egy hétköznapi nagyvárosi forgatag, hanem itt tényleg valami van, és ugye én tudtam, hogy olimpia van, úgyhogy nagyjából fel is tudtam készülni mindig arra, hogy picit többen vannak az utcán, meg az utakon is. Világos. Aztán beszéljünk egy picit arról, hogy szintén ebben a fotósorozatban láttam autócsodákat, például veterán autócsodákat is láttam, azt nem tudom, hogy hol fotóztátok, vagy fotóztad, de ezen kívül láttam valami egészen szuper, fantasztikus járgányt, egy felfelé nyíró ajtóval, úgyhogy azt mondtam, hogy na ez igen, ez valami futurisztikus dolog. Hát olyan nagy szerencsém volt, hogy ellátogattunk a Rolls-Royce gyárba. Az ugye, nem rossz. Az nem azért rossz. egy elég kellemes élmény. Igen, úgyhogy igazi autó csemmegéket tekinthettem meg én is, ráadásul a helyszínen, és tényleg végigmehettem a gyártási folyamaton, tehát onnantól kezdve, hogy azt a mindenit. Ugye ez az autó, amiről nem tudom, hogy igaz-e még a dolog, de ugye az hírlik, hogy kézzel készült. Tehát, pontosan, tehát nagyon kevés ugye, robotizált része van ugye, a gyártásnak, és tényleg testközelből élhettük ott, tehát ugye, többet magammal azt, hogy is készül el az első pillanattal az utolsó, vagy egy ilyen autócsoda. És ami még különlegesség lehet az, hogy éves szinten mindössze kicsivel több mint 1000 darabot gyártanak, ugye ebből is látszik az, hogy kézi gyártás, az nem is biztos, hogy nagyon sokkal többet elbírna. Uh-huh. Igen, fantasztikus. És ez az új autócsoda, amiről szintén szó esett, az már ugye a céget képviseletében láttam, hogy ez valami egészen új dolog. Igen, ugye... Csak üveg mögött. Igen, ez ugye a BMW a Mission Impossible film bemutatóján tűnt fel először ez az autó. Ez az i8 elnevezésű, hát egy kicsit ilyen futurisztikusnak tűnő autócsoda, ami ott ugye a helyszínen volt kiállítva, és hát az volt az egyik fő attrakciója az eseménynek is, úgyhogy hát nagyon
szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezt is ugye a rajzolszok mellett megnézhettem. Világos. Hát ugye ebben most nem fogsz tudni beülni ősszel a világbajnoki futamok további állomásain. Vár téged a kis narancsága fekete saját kis csodád. Úgyhogy természetesen azért ezekről szeretném, hogy picit részletesebben beszélgetnénk, mert azért minket elsősorban az érdekel, hogy mi vár rád a szezon második felében. Úgyhogy kérlek, maradj, rövidesen folytatjuk, mert nagyon sok megbeszélni valunk van még. És persze folytatjuk a megkezdett beszélgetést Mihelis Norberttel, az Engő Motorsport ma egyébként 28 esztendős pilótájával, akinek, ahogy mondtuk, születésnapja van, és hát úgy látszik, hogy nem csak mi emlékezünk meg, hanem ha már szóba kerültek az olimpikonok és a kedves ismerőseid, akkor van még valaki, aki szeretné a jó kívánságait átnyújtani. Figyelj csak! Kedves Norbi, nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked! Nos, és ha már ez így alakult, akkor szeretnék mi is. Ugyancsak egy gyertyáról van szó, de szerintem erre nem is fért volna el több. Isten éltessem. És tovább nagyon sikeres esztendőket kívánunk neked. Köszönöm. Hát elsősorban azt kívánjuk persze, hogy az ideit fejezve olyan kiválóan, hogy eddig alakult, és akkor most már egy picit térjünk át a konkrétumokra. Mert hogy ugye egy nagyon, ez a harmadik szezon, gondolom, hogy azért másfajta tapasztalatokat hozott eddig. Ugye ismét volt egy futamgyőzelme a Hungaroringen, ami szerintem hát nem csak azért, mert itthon és hazai közönség előtt, de egy picit szeretném, ha elmondanád, hogy az ott számodra mit jelentett. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak, ugye most már picit több mint 3 hónapja vagyunk túl a hungaroringi hétvégén, és még mindig néha beleborzongok, hogyha arra gondolok, hogy mi minden ugye ért azon a hétvégén. Emlékszem, hogy a hétvég előtt is beszéltünk arról, hogy most már nem lesz ingyenes ugye a versenyfutamnak a látogatása, hogy vajon mennyien fognak kijönni, és hát azt kell mondanom, hogy az, hogy maga a tény, hogy több tízezer néző ugye kijött, az már egy olyan fajta pluszt adott nekem, ami mindenképpen szükséges volt a jó eredményhez is később, és hát nagyon-nagyon büszke vagyok nem csak magamra, hanem a csapatra is, hogy úgy látszik, hogy nem csak a versenypályán haladunk jó irányba, hanem ami ugye a versenypálya melletti dolgokat is illeti, mert én azt gondolom, hogy nagyon ritka, hogy mondjuk egy csapat és egy versenyző több tízezer nézőt mondjuk Magyarországon ki tud csalogatni. Abszolút, ez fantasztikus dolog, és ugye persze az ember mindig azt kérdezi, hogy egy pilóta az ártérben, az autón belül mit érzékel ebből, de nyilván a tömeg jelenlétét látod, nyilván a neked lengetett zászlókat látod, érzékeled, tehát összességében azért pont az extra többlet van meg, amit az ember ugyan lehet, hogy zsivajban nem hal, de látványban megél? Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ott van az a lelki plusz, aha, ami ugye nagyon sokszor segít abban, hogy az ember kihozza magából az utolsó század vagy tized másodperceket, és hogyha valaki tiszta van a bajnoksággal, akkor azt tudja, hogy mondjuk időmérőn egy tized másodperc vagy kettő az nagyon sokszor 3-4-5 rajtpozíciót is jelenthet, és nagyon sokszor ugye nagyon apró dolgok döntenek arról, hogy valaki sikeres vagy éppen kevésbé, és én azt gondolom, hogy ez a pici plusz, ez néha nagyon ugye jelentős dolgokban is ugye megnyilvánulhat, és nagyon-nagyon örülök neki, ugye Hungaroringen ez így is történt. Ugye abszolút hosszú utat jártál be, tulajdonképpen legendás, ahogy felfedeztek téged, legendás, hogy tényleg ugye a szimulátorok alapján és az ott mutatott teljesítmény alapján kiderült, hogy valószínűleg valami egészen extra reakcióidővel és mindenféle szempontból tehetséggel bírsz erre a sportágra, és most már azért tapasztalatokban sem, ugye állsz azért rosszul, azt gondolom. Nézzük egy picit azért a hátralévő futamokat, ami ebben az esztendőben még hátra van, úgyhogy jó néhány helyszín, Portugália, Brazília, Egyesült Államok, Japán, Kína és Makaó. Ugye, ha már Makaót említjük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez talán az egyik kedvenc helyszíned lehet tapasztalatok hát alapján? Azt gondolom, hogy mindenképpen ugye az ott szerzett futamgyőzelem és az ahhoz kapcsolódó emlékek nyilván ugye azt jelentik, hogy Makaó is mindig nagyon különleges helyet fog elfoglalni a szívemben, ugye a Hungaroring mellett. Mindenképp azt mondom, hogy az a pálya, az egy külön kihívás, hogy a városi pályáról beszélünk, több mint 25 kanyarral, nagyon-nagyon nehéz vonalvezetéssel, és maga a pályának a jellege is nagyon veszélyes, többször megyünk 250 fölötti tempóval, úgyhogy mindenféleképpen egy különleges helyszínről beszélünk, és hát ugye nekem külön öröm, hogy ott sikerült elérnem az első futamgyőzelmemet a túrautó világbajnokságon. Visszatérve, van még ugye két ismeretlen helyszín számomra a hátralevő versenyek között, van az Egyesült Államok beli helyszín, ahol ugye rendeznek NASCAR és IndyCar futamokat. Valóban. Ez egy viszonylag ismert versenypálya, valamint van a Forma 1-es versenypálya Kínában, ahol szintén nem jártam még. Úgyhogy nehéz lenne megmondani, hogy pontosan mik az elvárások ezekkel a helyszínekkel kapcsolatban,
de én mindenképpen bizakodó vagyok, mert hogyha fent tudjuk tartani az elmúlt néhány versenyét, vagy a formáját, akkor én azt gondolom, hogy minden célt el tudunk érni, amit kitűztünk magunk így van, elé. És hát ez a kiváló formára utalnak, és akkor egy picit most, ha már azokról a helyszínekről, amiket az imént említettél, mondjuk nem ismersz konkrétabban nyilatkozni, hogy mi lehet az elvárás, nyilván minden jobb szereplés, akkor egy picit összegezzük azt, hogy hogy állsz most az elmúlt évekhez képest, nézem a pontokat, a helyezéseidet, hát ez most kiváló, tehát ugye 2012-ben 6 futamon vagyunk túl, 6 helyszínen, jelenleg 90 ponttal állsz, tehát többet gyűjtöttél, mint például a tavalyi esztendőben összesen. És azt gondolom, hogy ez a jelenlegi 6. pozíció azért ez egy óriási ugrás, ha megnézzük az elmúlt éveket. Hova mernéd vágyait szerint belülni az idei év végét? Hát én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha ez a 6. hely ez megmaradna, ugye az összesítést illetően. Én azt gondolom, hogy elméletileg elérhető még a 4. hely is az összesítésben, de nyilván az már csak hab lenne a tortán. A célunk az ugye az volt, hogy legalább egy futamot nyerjek idén, az ugye szerencsére pont a Hungaroringen sikerült, valamint az, hogy a privát értékelésben megszerezzem az elsőséget, és én azt gondolom, hogy minden eszköz a rendelkezésre állt élnek, hogy ezeket a célokat elérjük. Fantasztikus. Akkor kaptál egy kis plusz inspirációt azért a londoni szerepléstől, akár a magyarok érmeit, akár pedig a helyszíni hangulatot tekintve? Abszolút, ugye, főleg most várom a déli kézilabda meccset, ugye a fiúknál, úgyhogy hát az elmúlt napok azok azért nálam is ugye tartogattak izgalmakat az olimpia tekintetében. Hogyne, feltétlenül mi is természetesen nagyon szorítunk nekik, és hát érdekes, hogy azért a csapatsportok teljesítménye is tud téged, mint mondjuk egyéni versenyzőt, mert természetesen csapat nélkül nem jutnál semmire, tehát azért ez is csapatmunka valahol, nem? Így van, abszolút. Tehát mindig egy otthon ülő néz ez általában csak a egyéni sportoknál azt látja, hogy adott esetben mondjuk a versenyző az, hogy teljesít a versenypályán, azt nem látja, hogy mennyi munka ugye van benne a csapat részéről is. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ezek az eredmények nem lettek volna lehetségesek ugye az Engő Motorsport nélkül, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy tisztán magyar alakulatként érhettük el ezeket a sikereket, és igazából nagyon-nagyon szeretném a pályafutásomat még legalább 5-10 évig ennél az alakulatnál folytatni. Hát ez nagyon jól hangzik így a hosszú távú tervek sorában. Picit kevésbé előre tekintve, Portugália ugye a következő helyszín. Mennyi idő van még addig? Egyesült Államokban megyünk szeptember végén, úgyhogy hát most kicsivel több mint egy hónap van még addig a versenyfutamig, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy most kicsit talán ki tudom pihenni az elmúlt versenyhétvégék fáradalmait, és ugye azt gondolom, hogy ha sikerül elmenni esetleg egy-két napot tesztelni, akkor mindenképpen úgy érzem, hogy jól állunk a tényleg hátralevő versenyhétvégékre, úgyhogy remélem, hogy a nagy utazások, ugye Egyesült Államok, majd ugye az utolsó 3 hétvége tengeren a távol-keleten. Másik irányba, igen. Így van, azok nem fognak túl sok erőt kivenni belőlem, és teljes erőmmel a feladatomra tudok majd összpontosítani. Hát legyen így, és ez akár ennek a 6. helynek a megtartása, akár az egészen álom pozíció 4. helyig, azt gondolom, váljon valóra, azt kívánom ebben a szezonban, és tényleg ilyen gördülékenyen haladjatok előre, mint hogy eddig sikerült ebben az évadban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és még egyszer boldog születésnapot. Köszönöm.